Hey, hello, 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 check. Hello, 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 check. Hey, hello, hey, hey, hey. Hey, hello, hey. Check, hello, hello, hey, hello. Hey, hey, hello, check. Ha, hey, hello. Magaddal vitted a titkokat, magaddal vitted az összes történetet, magaddal vitted az álmokat, magaddal vitted, s talán ott vagyunk veled, hol a madarak szállnak, hol végre otthon lehetsz, hol az öregek várnak, hol a felhők fölött nevetve integetsz. Mit mondanál, ha látnád, hogy most mind veled vagyunk? Mit mondanál, ha látnád, hogy együtt nevetni nem tudunk? Mit mondanál, ha kérdeznénk, hogy hogyan lesz tovább? Mit mondanál, bár csak hallanánk? Hey, hello. Hey, hello. Hey, hello. Check. Hey, hello. Hello, hello. Magaddal vitted a hangokat, magaddal vitted, s játszani ugyanúgy nem lehet. Magaddal vitted az álmokat, magaddal vitted, s talán ott vagyunk veled, hol a madarak szállnak, hol végre otthon lehetsz, hol az öregek várnak, hol a felhők fölött nevetve integetsz. Mit mondanál, ha látnád, hogy most mind veled vagyunk? Mit mondanál, ha látnád, hogy együtt nevetni nem tudunk? Mit mondanál, ha kérdeznénk, hogy hogyan lesz tovább? Mit mondanál, bár csak hallanánk? Hey, hello. Hey, hello. Hey. Madarak szállnak, hol végre otthon lehetsz, hol az öregek várnak, hol a felhők fölött nevetve integetsz, bár csak hallanánk. Hey. Milyen CV csinálsz? Facebookozok. Nézem, hogy hány szilveszteri köszöntő jön, és igyekszem rájuk válaszolni. Még sokan írogatnak, és akkor próbálok válaszolni nekik. Mert azért illik, na. Tehát illik ilyenkor válaszok, de hát mi ilyenkor dolgozunk, ilyenkor is, úgyhogy szerintem megértik, hogyha nem válaszolok mindenre. És én most már le is repülőzöm a telefonnal, de kezdjük. Aztán éjfélkor együtt, húsz éneklés, minden. Mindig megy közelebb, mert így nem hallatszik semmit. És akkor így. Kiváló. Oké, berepülőztem, kezdünk. Mindjárt éjfél, és végre itt hagyjuk ezt az évet. Hála Istennek. Na. Miért, akkor vele be fog telni a helyet? Van a többieket is, ez már adásban vagyunk. Na, Csabi, kárgyú vagy, nem is megválasz.
Összeálltunk egy felvételre, csapó. Összeálltunk. Csapó. Kettes. Jó, ez ki. Faszat. Nem erre volt? Vagy most erre arról beszél? Nem. Veszed, ahogy izgulok. Bád az ég fiat. Jó. Mindenki megvan? Szóval azt gondoltuk a Krisztiánnal, hogy... Mit gondoltam? Jól berúgunk. Legyen 2020 végén. Elmondott, hogy miért vagyunk itt. Te olyan... Erre most nem készültem. Tudom, nagyon hirtelen. Ez az este spontán. Olyan lesz, hogy gyakorlatilag nem próbáltunk rá, nem készültünk rá, mégis itt vagyunk. Próba, te nem! Ne. Csak egy picit. Így. A Krisztián ezzel készült a ma estére. És ezért vagyunk itt. Így. Azért vagyunk itt, mert a 2020-as évben nem csak mi zenészek haltunk majdnem éhen, ugye? Igen. Én is például, ha nem lennék egy dúsgazdag hangszerboltos, akkor most a Krisztiántól kérnék kölcsön. De mivel én már közben milliómos lettem a hangszerboltomból. És kiderült közben, hogy én nem tudok már neki kölcsön adni. Igen, ezért arra gondoltunk, hogy lejövünk ide és nótával enyhítjük fájdalmainkat, illetve a Gabesznek a jó kis G-betűs viszkijével. Úgyhogy így. Grant, azokat legalább megismerem, kérdezzetek. Bemutatnád a kollégáidat? Igen. János? János. De ő mit csinál? Semmi. János itt ül. De ott mitől lesz jobb neked? Sok tízik. Igen. És ott mitől lesz jobb neked? Készül a Balatonra. Ő a fényes. A fő fényes. Itt minden az ő keze munkája. Húzz le János is, mutasd meg. És ha udvarunk neki, akkor hangosabbak leszünk? Vagy? Ez lesz, értem. Ez az ő. Levi, figyelj, mert hogyha rossz hangokat játszol, akkor sötét lesz. Figyelem, ő a bácsi, aki a sötétet csinálja, igen. Ő itt a sarkiróka. Most kezdődik majdnem sokkal. Ő a hangfelelős kollega. Zoli. Sziasztok. Sok sikert. Ez az első ilyen bulid, vagy már? A második. Itt a raktárban. Igen, az első. A keverőnél? A raktárban az első, igen. Te mit vársz a ma estétől? Nem ott ki, nem ott ki. Hogy Krisztián örüljön a végén. De hogy mit vársz? Hogy Krisztián örüljön a végén. Ja, én örülni fogok a végén. Nem. Végre átlépünk egy új esztendőre. Megadjuk az alaphangot. Ez jó cucc. Ez meg ne látsuk. Ez csak azt jól. Én is. Például kihagytunk. És most? Ez már az. Ez még az előző. Vélem, én is már kezdem. Mondjuk. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. ...2020 utolsó Vion Trio koncertjén, ami egy kicsit máshogy fog megtörténni, mint ahogy az eddigi koncertek. Például egy csomó olyan dolgot fogok én is csinálni személy szerint, amit nem szoktam koncerten, még ezt nem áruljuk el, de komoly előkészületek történtek. Sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon hogy kellene pihenéssel eltöltenünk a 2020-as év végét, és karácsony után már nem dolgozni, nem pakolni, de aztán valahogy mégiscsak így összezavart minket az élet, meg a Krisztián, mert azt mondta Krisztián, hogy milyen jó lenne, hogyha itt együtt
mulatnánk az év utolsó napján, úgyhogy gyakorlatilag az ő invitálására bekerültünk a hálószobátokba, így mindannyian. Némci, milyen érzés neked ennyi ember hálószobájában lenni? Hát zavarba ejtő. Minden esetben már irulok-pirulok ennyi hálószobában itt egyszerre. Nem is tudom, hogy mondom meg otthon. Borzasztó. Anyukám mit szól? Titkold el. Ennyi nő szobájában egyszer. Levi, neked azért ez rutinosabban megy, nem? Gabesz? Ó, én a nappalikban vagyok most. Arra gondoltunk, hogy eljátszunk néhány dalt. Így. Hát, éjfélre csak sikerül eljátszunk pár dalt. Mivel kezdünk? Minden valahol. Hát akkor még egyszer sok szeretettel köszöntünk mindenkit 2020 utolsó Villon Trio koncertjén. Innen a multimédia stúdiójából, jól mondom, Krisz? Igen. Gyakorlatilag a raktár kellős közepéből. Ez is egy amolyan raktár koncert. Nem olyan, mint másfajta raktár koncert, hanem ez egy ilyen kisebb raktár koncert. Ez egy ilyen boldog raktár koncert. Lehet, hogy az is az egyébként, azt nem tudjuk. Négy olyan muzsikus van a képzeletbeli színpadon, akik szeretnek muzsikálni, és eljöttek olyan barátaink, akik szeretnek zenét hallgatni, és eljöttek olyan barátaink, akik szeretnek zenét hangosítani, világosítani, szervezni, és reméljük, hogy ti pedig otthon a kanapétok tetején ugrálva, hálószobáitokban a paplanok alól, vagy éppen egy konyhai szilveszteri buliból hallgattok minket színpadon a Villon Trio! Zavaros már az a tolató káosz, jóra hallgatott zűrzavar. Szűrzavar. Húzatos már ez a ragadós pátosz, Coelho mindent eltakar. Hova kiadott CD, becsukott ajtó, lecsukott WC, altató. Minden valahol másholható. Minden valahol másholható. Másholható. Hajnal az ágyban, körbe a tükröm a kád felett. Meg vagy a víz a papír pohárban, befűteni már nem lehet. Nem. Ó, a kiadott CD, becsukott ajtó, lecsukott WC, altató. Minden valahol máshol ható. Minden valahol máshol ható. Máshol ható.
pofon úgyis a foci meccs végén, akkor is, hogyha szép a gól. Feszült a rektor a katedra szélén, a diákja most is visszaszóló. A kiadott CD, becsukott ajtó, lecsukott WC, altató. Minden valahol máshol ható. Minden valahol máshol ható. Mint a Beyond Trio. Míg minden valahol máshol ható. Köszönjük szépen! Beépített közönségünk heves tapssal díjazza a koncertet. Ó, de jó, jaj, az itt felsorakozott 500 ezer ember együtt sajnálja meg François Villont, a középkori költőt Hádurban. Szegény legény! Gondorlatos lány, neked hinni kár, rám mosolyogsz, de mosolyod, mit én? A te szerelmed, pasbilincsbe zár, neved hallatán a halál szelejér. Salátságodtól megdermed az ér, ó, titkosság zögög összem sugár, így veszel el, ha közeledbe fél. Szegény, szegény legény, ki írgalomra vár? Szívén zörgettem volna bár, akkor gyalázat, jól tudom, nem ér. Régen foltók volnék azóta már, túl árkombokról kerget most a vér. Ahó, ahó, segítsen, aki erre tér, ez át a végen, elnyel a mocsár, vagy lesz megváltás, melyet testbe kér. Szegény legény, ki írgalomra már, herceg szerelmesek közt bőhezén, látod költőnnek ellenedre jár. Meg kell szánni, lehet szó se fél, szegény legény, ki írgalomra vár. Herceg szerelmesek közt bőhezén, látod költőnnek ellenedre jár. Meg kell szánni, lehet szó se fél, szegény legény, ki érgalomra vár. És akkor 2020 utolsó Villon Trio koncertjén sajnáljuk meg együtt François Villont, a középkori költőt. Ezt még talán Krisztián sem tudja. De én úgy hallottam, hogy François Villon, a középkori költő, a középkorban ráírő szabad idejében, itt a multimédia raktárában kergette a szép magyar lányokat. És az olyannyira biztos, hogy semmi hitelt érdemlő bizonyíték nincs, ami ezt száfolná. És mivel, mint tudjuk, a világon minden teljesen bizonyos dologra is legalább 3, 4 vagy 5 hitelt érdemlő bizonyíték van, ami rácáfolna a látszólag teljesen bizonyos tényekre is. És erre a tényre egyetlen ilyen sincs. Egészen bizonyos, hogy a középkorban François Villont, a középkori költőt, itt kergették a szép magyar lányok. Ugye milyen hihetetlen? Ma ez elő se fordulhatna, ugye? Gondoljunk csak bele, hát melyik az a szép magyar lány, aki ne Zoli bácsit kergetni a multimédia raktárában reggeltől estig? Mennyire hihetetlennek és szürreálisnak tűnik ez a régi-régi történet.
És egyébként az is, hogy François Villon ezen tevékenységében, hogy menekült itt a konténerek között és a hangfalak alatt a szép magyar lányoktól, hajnal tájba, mint ami lassan bekövetkezik így 4:12 után, mondjuk majd pár órával, elfáradt ezen tevékenységében és szegénylegényként apostrofálta tennen önmagát, és megírta a verset. Azért, hogy 2020-ban együtt sajnáljuk meg, az évet elbúcsúztatva őt a felhők fölött, hogy milyen sanyarú sorsa volt neki, hogy ennyi szép magyar lánnyal kellett megküzdenie. Egy ember van csak, aki azt tudja. Szegény legény! Csodálatos! Gyakorlatilag szinte hallottuk otthon a hangjaitokat. Már-már túl kiabáltátok a beépített közönségünket, olyannyira, hogy ők nem is énekeltek, úgyhogy most már csak rátok számítunk. Úgyhogy megpróbálunk annyira halkan játszani, hogy szinte ne is hallatszódjunk a hálószobátokból hallatszó kiabálósuk közepette. Figyelj a némcire, mert faragunci a ritmus. Na most jön az, hogy... Szegény legény! Ó, szegény legény! Átjön a wifin, csodálatos! Szegény legény! Ez már 7G. Szegény legény! Vagy 6G, vagy nem tudom. Ezekkel a G-pontokkal mindig bajban voltam, de biztos, hogy ezek ilyen G-k, amik a telefonon áthozzák a hangot, úgyhogy na most, hogy helyreállt a technika, tehát gyakorlatilag sikerült bekapcsolni titeket, mint Alap Istvánt a karácsonyi koncertünkben spontán, úgyhogy akkor... Hát nem? Hát de... Most akkor a Jászmin titeket is bekapcsol ide, figyelj! Lehet sikongatni, ugrálni, fejem fogózni. És szegény legény! Szegény legény! Ugye? Szegény legény! Nem megmondta az informatikus bácsi, hogy kapcsoljátok ki a mikrofont a laptopon, amikor nem használjátok? Még mi is halljuk. Azt is hallottuk. Igen, Lacika, azt is. Nem baj. Már velünk is előfordult. Na jó, de... Ez még mindig olyan volt, mint a kultúra jelenlegi helyzete Magyarországon, hogy elől a bátrak énekelnek, fennhangon ugrálnak, fejem pörögve pogóznak. Viszont hátul a fontolva haladó karbatett kézzel gondolkodnak azon, hogy vajon szabad-e nekem verseket énekelnem, ugye? Szabad-e nekem élő zenére énekelnem? Játsszunk el a gondolattal, hogy szabad. Játsszunk el a gondolattal, hogy 2020-at úgy is tudjuk búcsúztatni, hogy szól a rock and roll, hogy elővesszük a verseket, hogy feltekerjük a torzítós gitárt, hogy a Levente a legmélyebb húrokat pengeti. Utánozhatatlan mosolyával, utánozhatatlan hajtópálásaival, azaz, jobbra, aztán balra, igen. Búcsúztassuk így a 2020-at, és jövendőjük meg a 2021-et úgy, hogy turnéval induljon, turnéval folytatódjon, és turnéval végződjön. François Villon sem akarta másképp a középkorban itt a multimédia raktárban. Na akkor utoljára gyere most azzal, hogy szegény legény! Szegény legény! Szegény legény! És csak a Levente! Szegény legény! Percek szerelmesek köz fölvezér, látom költőt nem ellenedre jár. Meg kell szánni, ehhez szó se fél, szegény legény virgalomra vár. Percek szerelmesek köz fölvezér, látom költőt nem ellenedre jár. Meg kell szánni, ehhez szó se fél, szegény legény ki irgalomra vár. Nagytapsot Zoli bácsinak ott a keverőpultnál! Mekkora tervet levesz François Villon
derek, vagy miért? Válláról a testrészekkel is bajban vagyok. Gyakorlatilag egy lemez bemutató koncertet csempésztünk bele ide a szilveszteri koncertünkbe. Mutatom a lemezt. Erről a lemezről van szó, a Vion Trio legújabb lemeze. Gyakorlatilag az egy koncertlemez, ami a nyári Vion táborban készült. Szerintem a legjobb eddigi Vion Trio lemez, hangulat szempontjából mindenképpen, meg a rock and roll szempontjából is, mert egy kicsit feltekertük a torzítót. A történet előzménye, hogy olyan eső volt, hogy gyakorlatilag menekülni kellett, és a jegek úgy üldöztek minket, mint ahogy... Na, Levikém, hogy? Mint ahogy engem a viszkis poharamban a jég. Igen, Levi, bár ma még viszkit nem láttalak inni, de... Majd fogok. Aha, ha már van, miért ne? Szilveszter van, nem? De. De nem az én poram. Kitartom a poharamat, és talán jég is belepottyan, aztán csak nem kerget el. Neked nem viszont? De, itt van ez is. Remek a kezem. Neked töltök én. Ah, megtisztelsz. Neked. Dupla jó lesz? Legjobb. Én már rájártam az elején is. Levi, mondjék, köszöntőt a... Sziasztok. Szóval azt mondta Barna, hogy mondjak egy köszöntőt. Úgyhogy nem vagyok a szavak embere, ezért átadom Gabesznek a szót, ő ebben jobb. Gabesz, mondj egy köszöntőt. Köszi. Hát én is köszönjük. Köszönjük, hogy egész évben, bár nem voltunk annyira ellátva a koncertekkel, de azért mégiscsak volt egy pár, én úgy gondolom. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük azoknak, akik végig velünk jöttek, akárhova mentünk, jöttek utánunk, ott voltak a bulikon, velünk rázták a hajukat, és ugrándoztak. Azon a kettőn? Hát azon a kettőn, de azért ott voltak. Meg a táborban, akik ott voltak, azok aztán mind. Azok mind nagyon kitartóak voltak, úgyhogy ezúton köszönjük nekik. Egészségetek. Egészségetekre. Covid van, másfél méter. Akkor csak így. Én azt hittem, hogy a Covidnál másfél deci. Én soha nem hiszem, úgyhogy én elfordulok most. Jég nélkül kicsit erős. Következik egy olyan dal, ami gyakorlatilag a táborban játszottuk el egyszer, aztán azóta is soha. A Brabanti Borbélyról szóló szőlő, szóló... Szóló szőlő. Ne adjátok azért viszkit. Annyit nem töltöttem. Szóló dal. Nyomja a kezemet az a... Gyakorlatilag a Kovácser Gabeszról szól, világvándoráról, aki a borbély. Látszik is a frizuráján, hogy gyakorlatilag ezzel demonstrálja az ő fodrász technikai szaktudását, és bárkinek vállal ilyen frizurát nagyon sok pénzért, ezzel próbálja a koncertekből kiesett bevételt. Bizony így van. Beszedni. Brabanti Borbélyról, egy kis blues. Emléke, mint a konyra régi várom. Viola füstjén leng a városon, az asszonyokkal inni vissza várom. Fák között az este átoson, azt mondják, nálam is nagyobb az ember. Volt ő nyűgös, munkára képtelen, kékes szemében hullámzott a tenger. Mosolya fájt, akár a végtelen, terítve várta asztalunk és ágyunk. Mert szoknya hős volt, gyilkos és kalandor. Ahogy nagy titokban lenni, mint kívánunk, rárunk el úr a kis Borbély Brabantból.
Midőn egy nap henyélve ült a parton, egy kis vitorlás állt a part alatt, oly sárga volt, mint ószövésű karton, mert vásznonászú párnaként dagadt. Elindult rajta, hogy kincsekre lelne, szírt fokon, hogy öncskorál terem, de szélviharkás, jaj, nem volt sem erre, a zöld sziget a lila tengeren. Csak halál ült a hullám hegyen, és messze volt a krétapok az angol. Ekkor döntött, hogy Párizsig megyen, nálunk elül a kis Orbély Brabantból. De jól kifáradt, szürke port lehelt már, mikor meglátta a tempel falát, akkor megtudta, hogy mi nálunk sem jár. Mindenkinek gyöngyökből vart kabát, így lett lakály egy 20 lovas ficsurnál, mert lágyan nézett rá a támané. Az ezüstkések szemét majd kiszúrták, körmei ragadtak, mint a lé. Egy percig kellett hagyniuk magára, ő hármat lopott el, 2 aranyból, s mivel természetesnek ezt találta, rárunk el úr a kis Orbély Brabantból. És akkor a brabanti Orbély. Lakolni kellett volna néki, vagy lógnia a Notre Dame terén. A városnői együtt mentek kérni a tanácsot, hogy ne legyen kemény. Ekkor levetkezvén minden szemérmet, ugye Flomma, bevallották, ez itt a kedvesük, s nem tudják miért, de ő az élet, ő az kéjjel, ott aludt velük. Testükre hűs, húsával ráfonódva, csapott hajával, szálas szín aranyból, hogy ő volt ifjúságuk zöld bozontja, nálunk kezdünk a kis Orbély Brabantból. S a nagy tanács borzalmas átkot mondva a fejére futni hagyta, s ő futott, s azt hiszed, hogy kint a zöld vadonban réges-rég éhen halt, úgy nem tudod, hogy ott az ember részek fágya megnő, létrás fákra mászik s a bozót, mellére dől és a rára rengő, homályban is szakíthat mogyorót. És húsát bokrok, lányos körme vérzi, köztük, mint őrült istenként varangol. Ez új szerelmé boldogabbnak érzi, rárunk el úr a kis Orbély Brabantból. Brabantból! Brabantból! Mi a cél? Brabantból! Hey, hey, hey! Brabantból! Orbély! Orbély Brabantból! Rárunk el úr a kis Orbély Brabantból! A Kovács Ergabesz, nagy tapsot a Kovács Ergabesznek! Bíztatásul! Flonma, Flonma, gyere, 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 gyere! Nagy tapsot a Kovács Ergabesznek, ne fáradjunk el! Mindjárt éjfél! Ez az. Annyira szép, amikor az 500 000 ember együtt tapsol, együtt énekel, és táncol a Rockabilly Brokra, Brokra! Brokkoli! Rockabilly Brokra! És Német Tamás a doboknál. Ez a Dion Trio! Nagyon jó, igazi meredék! Nagyon jó! Szerető feleség! Nagyon jó! Érzett veledék!
kemény, de tudod, ez még nem a vég. Nagyon szép! Éjjeli ugatás! Nagyon szép! Hajnali nyafogás! Nagyon szép! Egyszer nem elég! Hey! Gyere le velünk a gárdra, sok jó táborba, hátra még hol jó a kaja, a gyógypia! Gyere le velünk a gárdra! Gyere le velünk a gárdra, sok jó táborba, hátra még hol jó a kaja, a gyógypia! Gyere le velünk a gárdra! Nagyon szép a lány, mikor ide néz. Nagyon szép az ágy, mikor odaérsz. Nagyon szép, de nem tudod, hova épp. Gödörte, majd más is belelép. Nagyon jó éjjeli ugatás. Nagyon jó hajnali nyafogás. Nagyon jó, egyszer nem elég. Még! Gyere le velünk magádra, sok díjon táborba hátra. Még hol jó a kaja, a gyógyítja. Gyere le velünk magádra. Gyere le velünk magádra, sok díjon táborba hátra. Még hol jó a kaja, a gyógyítja. Gyere le velünk magádra. Bokor lement a basszusgitárnál, a legmélyebb húrokat pengeti. A leghosszabb húrok, húrokat pengeti. ...2020-ban így basszusgitározik valaki élőben. Mennyire retro, nem? Saját ujjaival pengeti a saját hangszerét. Nagyon jó a tóban a merülés. Nagyon jó a bokorba kerülés. Pult alatt a Becker szerelés. Nagyon szép éjjeli ugatás. Nagyon szép hajnali nyafogás. Nagyon szép egyszer nem elég. Még! Gyere le velünk a gárdra, sok díjon táborba hátra. Még hol jó a kaja, gyógyítja. Gyere le velünk a gárdra. Gyere le velünk a gárdra, sok díjon táborba hátra. Még hol jó a kaja, gyógyítja. Gyere le velünk a gárdra, ahol bármi megtörtént. Például az is, hogy jókat kajálunk együtt, úgyhogy arra gondoltuk, hogy nem múlhat el a szilveszter anélkül, hogy összene gabajodítanám a kábeleimet, meg kine dolgoznám őket. És most következik az, hogy megpróbálom megfejteni a Villany Rezsó tekerentyűjének a... Igen. Amikor a piros világít, akkor már nagyon jó lesz. Ó, igen! És most jön az, hogy élő adásban megfőzzük a virslit. Arrébb kell jönnöm, mert a Krisztián kitilt a raktárból, hogy kifolyik a virsli. Nagyon fontos, hogy mindig pengetővel bontsátok ki a virslit. Főleg szilveszterkor. Így. Várjál, menni fog, jó lesz ez. Ne féljél semmitől.
lesz ez. Csinálom. Nagyon. Jó a mikrofon állványom? És igen! Már megfőzöm a vacsorát! Na így. És a végén fontos, hogy jó meg kell tunkolni. Hogy belemenjen a vízbe. Így, jó, belemenjen. Fontos, hogy előtte mossatok kezet, mert kofidiszk van. Így, na. Föltettem a vacsorát. Nyugodtan írjátok meg, hogy szerintetek hány percig kell főzni. Levente, te mit vársz a virslitől? Főtt virslit. Még több virslit. Mustáros virslit. Ketchupos mustáros virslit. Jól lakok a virslivel. Nem szét főtt virslit. Gabesz, te mit vársz a virslitől? Hát, hogy megfő. Nyugodtan kommenteljétek be, hogyha valaki szeretne virslit kapni. És azt is, hogy kitől. A Villon táborok rendszeres étke a virsli, de ez most egy nagyon különleges szilveszteri virsli lesz, amit itt együtt elfogyasztunk éjfélkor, 24 perc múlva, hogyha jó az órán. Ahogy a Villon táborokban tesszük Agárdon, ahogy a Balatonnál tettük Zamárdiban annó, Benkő Laci befogadott minket Zamárdiba, onnan indultak a Villon táborok. Amit soha nem felejtünk el neki, Benkő Balázs megszervezte a Villon táborokat, amit soha nem felejtünk el, majd pedig az Agárden Bistróban az Oli bácsi folytatta. Vannak dolgok, amiket az ember soha nem felejt el. Perc múlva már egészen máshogy énekelnénk a következő dalt, de akkor szóljon utoljára 2020-ban, ebben az igazán furcsa évben a 2020-as Zsoltár. Úgy van, hogy 2020, írhatsz verseket 2020, zenét nem kell 2020, nincs kit érdekel 2020, beteg ez a világ 2020, ó, mit érdemel 2020, ki a teremtésnek él 2020, sötétben figyel 2020, beteg ez a világ Kuából keménybe Kuából keménybe visszabány Kuából keménybe. Jó a cél, de nagyon rossz az irány. Mindennőnek kellő Krisztián, Mindennőnek! Csak Spears néninek következzék! Éljenek! A dobbod elbabák! Éljenek! A műanyag zenék! Éljenek! A gumi muzsikák! Éljenek! Beteg ez a világ! Éljen minden! Manöken zenék! Éljen minden! Látik a király! Éljen minden! Arctalan merész! Éljen minden! Beteg ez a világ! Kuából keménybe! Kuából keménybe mint szabály! Kuából keménybe! Jó a cél, de nagyon rossz az irány! Mindennőnek, mondom, hogy mindennőnek, 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 Kovács Ergobesz mindennőnek. Sanyi bácsi tollából. Minden elemérnek küldjük a dal. Kurra, kurra, kormos macska. Cicerek, cicerek, cirmos macska. Nyávog, nyávog, nyavajás macska. Sok egy
egyes láb, száz karmocsa. Jobbra, balra, agyon marjuk a kutyát. Jobbra, balra, agyon marjuk a kutyát. Nyavajás macska. Piszek, piszek, pikulás macska. Aki beteg, pikulálhat. Szedjen macska pirulákat. Hátrat, nagy tudat, nem marunkat, te sem art. Hátrat, nagy tudat, nem marunkat, te sem art. Nyau, 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 nyau. Szépen! Kitörő tapsot is köszönjük! Csodálatos! Némci, zavarba jössz a nagy tömegtől? Teljesen. Én már bújok a dob mögé. 16 percünk maradt. Levi, megnézed, hogy megfőtte a virsli, mert olyan, olyan motivált lettem. Hát ha emlékeznek a főzőműsoromra, nem biztos, hogy ez jó lesz, ha én nézem meg. De most nem te főzted. Nem jó embert küldtünk megítélni. Nem mondtam, hogy nyúj bele, csak hogy nézd meg. Bennyi jó, belenyúlhatsz, na jó. Igen? Még egy dalt nyomjunk neki?
Falu végén? Kurta konyha? Kurta kocsma? Akkor a falu végén eljátszunk. Ezt sem nagyon szoktuk, csak a táborban. De rajtam van a lemezem. 2021-ben fittebb leszek. Gyakorlatilag ezt a lemezt játsszuk el abban a formátumban, ahogy rá van írva a borítóra. Nem úgy, ahogy rajta van, mert felcseréltünk egy dalt, de ez titok. De most így bemutattuk a lemezt. Bemutatjuk a lemezt. Egy nagy tapsot otthon a Némcinek, gyere, gyere, segítsünk a Némcinek, itt is, ott is. Olyan szép, még egy picit hallgassuk, mert gyönyörű. Csodálatos. Jaj, táncolja. Falu végén így búcsúztatjuk a 2020-at Petőfi Sándorral. Kocsma. Hoppá, hopp, hopp. Oda rúgj ki azt a kocsma. Meg is látná magát benne. Az éjszaka közeledik. A világ lecsendesedik. Szép. Hideg a komp kikötötték. Meg pihen is. Benne hallgat a sötétség. Azt mondtad, hogy hideg. Hideg a komp. Hát hideg. La 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 minden hideg kompok dala. La 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 la. De a kocsma veszek hangos. Rukálódik a cimbalmos. A legények kúrjagatnak, gondolja Levi. Szinte reng belül az ablak, gondolja Gabesz. Kocsmárosné aranyvirág, blond mama, ugye? Ide a legjobb ikborát! Fél legyen, mint a nagyapád! Fél legyen, mint a nagyapád! S tüzes, mint ifjú babád! De melyik? Ja nem. La 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 la. Amikor ezt egyszer stúdióban énekeltük a Némcivel, azóta teljesen más értelmet nyert az egész. La 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 la. Köszönjük szépen! La 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 la. Velünk búcsúztatjátok 2020-at! La 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 la. Húzd rá cigány, húzzad jobban! Táncolni való kedvem van! Eltáncolom pénzemet! Kitáncolom a lelkemet! Bekopognak az ablakon! Ne zúgjatok olyan nagyon! Azt üzeni az uraság, gondolja Levi. Lefeküdt, aludni vár! Ha! Flonman! Csendesebben víg a gyalak! Gyönyörű, köszönjük szépen! Isten áldja meg kenteket! Szökény édesanyám, beteg! Feleletet egyik sem ad. Hú, de hamis. Kihörpentik baraikat. Végét vetik a zenének. S hazamennek a legények. És most, mivel ez egy ilyen élő műsor,
Bokor Levente elmeséli a kedvenc Villon táboros élményét, amíg én behangolom a gitárom. De úgy csinál, hogy izgalmasabb legyen, mint a hangolás, mert akkor... Az, amíg... meg az is, amikor... De volt az a... Emléksz? De nem az. Volt egy olyan... De nem is az. Nem is tudom, igazából minden emlék olyan szép volt a Villon táborban. Legalábbis olyan Villon táboros. A második Villon táboromban voltam már, amikor ránk esteledett, és fölmentünk a színpadra. Közben ezt mutogass, mert úgy... És akkor még ez nem volt, de már dolgoztunk rajta a tavaly. Úgyhogy ez az akkori Villon tábornak a munkája, ha jól emlékszem. Szóval ez már nagyon jó kis Villon tábor volt. Igen, ez az a tábor CD. Megvan már nektek? Nincs? Meg kell rendelni. La 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 la. Még 10 perc. La 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 la. La 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 la. Hány másodperces dilétettél a közönség tapra? Jó, akkor most lehet megírni, hogy még mit játszunk el 2020-ban, mert amit most nem játszunk el, azt már csak 2021-ben tudunk. Úgyhogy most adunk egy 3 másodperc. Jaj, Levente, a virsli, nem nézed meg? Elvileg már jó. Igen? Persze, elvileg. Megfogod, megfogod, kérlek. 20 perc a főzünk. Igen, meg egy percig elég. Igen? Ez már csúker. Virsli. Kóstoljuk meg. Nem a levest, a virslit. Gyertek, én ezt azt mondanám, hogy zárjuk el. Levi, kóstoljuk meg. Hát, adjál nekünk is. Most egy virslit elnegyedelünk, rituálisan. Azt demonstrálva, hogy mindannyiunknak ugyanúgy fáj a szája ilyenkor. És ezzel csak én járok rosszul. Gyakorlatilag. Levi, légy kreatív. Te vagy a virslipari kongresszus vezetője, légy szíves. Igen, a Levi most elnegyedeli a virslit. Ügyesen. A kezével. Levi, a Levi elnegyedeli a virslit. Levi, ügyes fiú, találd fel magad. Gyerekek, így senki nem negyedel. Nagy tapsot a Levinek. Flond mama, nagy tapsot a Levinek. Jihá! Nem látjuk, hogy mit írogatsz nekünk, de köszönöm. Dalt kértél? Nem látjátok, de álló ováció van. Ezt a kisebbiket, jó? Én szerény vagyok. Most. 2020-as év búcsúztató virslie, amit majd a végén mindannyian közösen fogyasztunk el. Nagyon jó énekelni, úgyhogy a fogaitok között ugrándoznak a virsli darabok. Én majd kilövöm őket. Bocsánat, hogy nem adunk mindenkinek, de a Levi majd e-mailen fog küldeni. Yeah. Boldog 21. Boldog 2020-at. Meg az még az nem. Nyám. Na. Erre iszom egy kis viszkit.
6 percünk maradt. Küld ide azt a lapot nekem, Nimci. Ja. Csak Villon tábor. Frontmama kívánságát most teljesítjük. Csak Villon tábor című dalt szeretné. Úgyhogy akkor ezzel búcsúztatjuk a 2020-as évet. Tényleg nagyon köszi, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a Villon Trió. Lesz, hogy a bortól borul ránk az ég. Lesz sátor tábor. Lesz, hogy a tojáslikörből is elég. Lesz sátor tábor. Lesz, hogy valahogy újra inni jó. Lesz sátor tábor is. Villon Trió, gyere Kriszolj! Még pont nem távol, aha. Még pont nem kell ér Krisztián. Úgy itt a pesgőt, ahogy senki más. Nem sok, de jó, ha ennyi lesz. Még pont nem távol. Még pont nem közel semmihez. Csak Villon tábor. Nem sok, de jó, ha ennyi lesz. Még pont nem távol, még pont nem közel semmihez. Csak Villon tábor, nem sok, de jó, ha ennyi lesz. Még pont nem távol, még pont nem közel semmihez. Csak Villon tábor és Villon Trió. Sok tornacipő, salva, hüppilány! Lesz sátor tábor, túlsevő, vagy éppen pont mérvegán! Lesz sátor tábor, bográsban ratyog majd a szép ajó! Lesz sátor tábor, Villon Trió, minden kész! Még pont nem távol, gyere! Még pont nem közel semmihez, csak Villon tábor! Nem sok, de jó, ha ennyi, figyeld a manót! Még pont nem közel semmihez, csak Villon tábor! Nem sok, de jó, ha ennyi lesz! Még pont nem távol, még pont nem közel semmihez, csak Villon tábor. Nem sok, de jó, ha ennyi lesz. Még pont nem távol, még pont nem közel semmihez, csak Villon tábor és Villon Trió. És akkor tőlem egyen balra, a Népcsütől egyen jobbra, a Gabestól kettővel balra, tőletek egyen előre, Néptől egyen lefele, Föltől egyen felfele. A legmélyebb húrokat pengedte, a leghosszabb húrokat pengedte. Élőben muzsikált nekünk Szatmár Németiből. Aki mindent is tud, aki mindent is tud. Ugye, ugye? Aki mindent is tud a Bokor Levi. Aki mindent is tud a Bokor Levi. Aki mindent is tud a Bokor Levi. Bokor Levente, Bokor Levi. Aki mindent is tud a Bokor Levi. Mindent is tud a Bokor Levi, mindent is tud a Bokor Levi. S tőlem kettővel balra, a Gabestól hárommal balra. Tőletek egyen előre, a Levitől egyen balra. A Végtől egyen lefele, a Tóntől egyen felfele. A leghosszabb szerszámaival izgatta a bőröket a dobokon. Robbvonaláról a Népcike, robbvonaláról a Népcike, robbvonaláról a Népcike. Komolt nekünk a Népcike, robbvonalára, és Gellért Krisztián hölgyém és uraim, már a mikrofon állványt fogja. Nincs házi buli viszkiben úszás, vagy mi pesgőben úszás nélkül. Tőlem egyen jobbra, a Levitó kettővel jobbra, a Népcitől hárommal jobbra. Tőletek egyen előre, a Végtől egyen lefele, a Föltől egyen felfele, hölgyeim és uraim! Pilis Sabáról érkezett, közben egyszer sem fékezett. Blues vonaláról, a blues vonaláról. Blues vonaláról, Kovács Ergobet, 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 Kovács Ergobet.
köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Arra gondoltam, hogy eljátszunk ma este egy dalt, de aztán úgy döntöttük, hogy maradunk jókedvűek, előre nézünk. Egy olyan dalt, amit talán meg se kellett volna soha írni, sőt, biztosan nem kellett volna soha megírni. Egy olyan emberről, aki nem lehet itt velünk, és mégis itt van velünk. Gellér Tibor Bubu, mégis itt van velünk. Örökre itt lesz velünk, és Gellér Krisztián. Gellér Krisztián viszi azt tovább, amit ő megteremtett, és ami sokkal több, mint a rócság. Sokkal több, mint a rockzene. Olyan emberség, ami ebben a szakmában nagyon ritkán fordul elő. Gellér Krisztiánnak és csapatának nagyon köszönjük, és ahogy írtam, még mindig igaz, amit 2013-ban ráírtam arra a naptárra. Ez a legjobb csapat, ez a legjobb rócsapat. És nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy itt lehetünk velük. Mert világított a Jani bácsi, köszönjük neked, papjani! Világított a Jani bácsi, köszönjük neked, papjani! Világított a Jani bácsi, köszönjük neked, papjani! Világított a Jani bácsi, köszönjük neked, papjános! Hangosított a Zoli bácsi, Bolya Zoli a nagy király! Hangosított a Zoli bácsi, Bolya Zoli a nagy király! Hangosított a Zoli bácsi, Bolya Zoli a nagy király! Hangosított a Zoli bácsi, Bolya Zoli a nagy király! És befogadott a Krisztián, éljen a Gellér Krisztián! Befogadott a Krisztián, éljen a Gellér Krisztián! Befogadott a Krisztián ide is, éljen a Gellér Krisztián! Befogadott a Krisztián! Ez volt a Pillon Trió! Még pont nem távol, még pont nem közel semmihez, csak Pillon távol, nem sok, de jó, ha ennyi lesz. Még pont nem távol, még pont nem közel semmihez, csak Pillon távol, és Pillon Trió, és akkor most Bokor Levente visszaszámol. Várjál, nézem az órát. Ez még nem az. Segítsünk otthon a Bokor Leventének. Várjál, még van 11 másodperc. Megtanulok órát olvasni, hogy nehogy ne éjfélre érjünk körbe. Köszönjük, hogy velünk voltatok 2020 utolsó koncertjén.
Zoli bácsi egészségedre ott a messzi távolban. És bármilyen is volt ez a 2020-as év, következzék egy olyan dal, amivel le tudjuk öblíteni az elmúlt évet. Herman Tibi lesz segítségünkre. Egy olyan dallal, ami mindig optimizmusra sarkal bennünket. Herman Tibor, Nem Adom Fel együttes rappere. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, szép jó estét kívánok, és nagyon-nagyon boldog új évet szeretnék kívánni, erőben, egészségben, örömökben, boldogságban, békességben, szeretetben, szerelemben, és mindenben, ami csak megtörténhet ebben az évben. Reméljük, hogy sokkal, de sokkal jobb lesz, mint a tavalyi. Igen, ez most egy picit más, ahogy Barna az elején el is mondta, de lélekben és a szívünkben itt vagytok, együtt vagyunk, meg vagyunk, és reméljük, hogy mindenki boldog, hiszen a dal a boldogságról szól, a következő Bobby McFerrin dal, mely 33 életévét tölti be az idén, ugyanis 1988-ban íródott, és mit kívánhatnék mást az új évre, mint azt, hogy ne aggódjunk, legyünk boldogok. Don't worry, be happy now. Yeah, yeah, yeah. És aki ismeri a dalt, nyugodtan énekelje velünk a dalt. És szeretném, hogyha mindenki otthon vagy, ahol éppen vagytok, családban, föltenni a kezét a magasba, és reménykedve énekelné velünk ezt a boldogságra sarkalló dalt az idénre. Ami így szól, hogy... Here's a little song I wrote. You might not want to sing it note for note. Don't worry, soon I'm free now. Be happy. Yeah, 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 yeah. In every bus we have no starling. And got the web, you make it double. Don't worry, soon I'm free now. Be happy. So don't worry, be happy. Yeah, 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 yeah. Don't worry. Please don't be happy, baby. Please don't worry. Please don't worry now. Yeah, 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 yeah. Oh, yo, 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 yo. Figyelj! Akkor jön a második verszakot. Engedhetod be, szüleni, jól alól, hét, szaszabában, egyetetni, tuki, jól alól, bevél, don't worry, no, please don't worry now, be happy. Yeah, 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 yeah. Because then the Lord say your rent is lit, he may have a little git, don't worry, be happy, so don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Please don't worry now. Please don't worry now. Hey, yeah, 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 yeah. Na, aggódjunk, legyünk boldogok az idén is, mint ahogy tavaly is, már tavaly év nem úgy sikerült, de bízunk egy jobb jövő reményében 2021-ben. Figyelj, azt mondom, hogy inkább lakás, inkább losztárl, inkább több girl to make you smile. Don't worry, so don't worry now, be happy. Oh, yo, 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 mondom, hogy when you're worry, a best meal brown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Yeah, 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 yeah. Ne aggódj, légy boldog. Be happy now. És akkor majd a negyedik verszakban szeretnék egy kicsit 2021-re nézve
kívánni bizonyos dolgokat, nőknek, férfiaknak egyaránt. Figyelj, azt mondom neked, hogy kívánok bort, búzát, békességet, a férfiaknak bőrcipőjű feleséget. Don't worry, szólnak bőri, ne, be happy. És akkor a hüvelyeseket is kívánom, éjfél utánra csícseri, borsóba, blencsét, és mindenkinek jó szerencsét. Don't worry, szólnak bőri, ne, be happy. Don't worry, be happy. Itt húhognak már mellettem. Hú, 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 de hosszú lesz az év. Na gyere, ez az! Ez a fantasztikus zenekar nyomja itt a reggae stílust Jamaikából, egészen pontosan a Bob Marley létrehozta ezt a fantasztikus műfajt. Rasta minden itt, ugye? Boldog új évet mindenkinek, és itt szeretném megragadni az alkalmat. Még nem is mondtam, hogy nagyon szépen hálás szívvel köszönöm a Vion Triónak a lehetőséget, hogy itt megpróbáljak szórakoztatni mindenkit. És gondolom már megittátok a pezsgőt, a konfettit is szétszórtátok, és ugye amikor ez megtörtént, ugye tavaly sikeresen kiborítottam az egész üveg pezsgőt, és ekkor van szükség egy nőre, nem a nagymamára, bár hogyha ő van otthon, akkor ő pótolja azt a nőt. De most nem őróla fogunk énekelni, a nagymamáról már énekelt a Hóvirág együttes a 60-as években. De mi egy 1995-ös rappet fogunk előadni, aki éppen a takarítón, ugye, aki a szétszórt konfettit összeszedi, vagy éppen a kiborított üvegpesgőt feltörli. Yeah! Na gyere! Írd a kosz! Tőlem lehet,
Nézzék a perek az Orlika Marikot, Erika, csak vigyázzék el arra, még mi kerül a kezdve, mert nem seppő nyíl, akkor sem katja. Csak nem bele, hanem jobbra-barra. Pedig ez az apró bökkenő, nem megoldható, egy kis gyakorlása könnyen megtanulható. Mondok el, hogy legyen, és hódító. És már is szépen sem lesz, hogy én az hódító. A takarító, a takarító, a takarító. És akkor mondom, hogy a takarító, a takarító. És akkor most figyelj, én is takarítani fogok, méghozzá nem akárhogy, hanem a számmal. Tudjátok, a múlt évben nagyon-nagyon sokat beszéltem csúnyán, és most ki fogom mosni a számat. Szappannal, vagy éppen a nyelvemmel, majd meglátja mindenki, hogy hogy fogom csinálni. 2021-ben is, ahogy 2020-ban is megpróbálkoztam vele ezt a stílust, ugye, amikor a lemezt húzogatják, úgy hívják, hogy scratchelés. Na ezt próbálom meg most a számmal. Figyelj! Azt mondom, hogy... Szépen köszönjük! Köszönjük Herman Tibinek, és akkor a 2020-as évet fiókba rakjuk így közösen egy új Vion Trio dallal. Fiókba rakni téged! Ne fáradjatok el otthon sem! Újra ugyanúgy, ugyanaz a reggel, ahogy veled is régen, lemerült vekkel. A karantén öreg, nappali álom, a karantén öreg, éber apokalipszis, a karantén öreg, nem találom, a karantén öreg, lehet, hogy nincs is, szobába zárt világ, karanténárián. Megokosodó időkapszulák, próbálnak a fiókba rakni téged, nem gondolni rád, elégetnénk mindenki régen az iparot ruhát. Próbálnak a fiókba rakni téged, nem gondolni rád. Jó, elégetnénk mindenki régen az iparot ruhát. Spájzban a Tesco, örög a pénzlapád, valami nem jó. Lehet, hogy nem jössz át. A karantén öreg, egy majd egyedül. A karantén öreg, eset és fakanál. A karantén öreg, szomszéd kiborul. A karantén öreg, a gangon kiabál. Szobába zárt világ, karanténáriák. Megokosodó időkapszulák, próbálnak a fiókba rakni téged. Nem gondolni rád, jó, elégetni minden, mint régen az itt hagyott ruhát. Próbálnak a fiókba rakni téged. Jól elégednék minden, mint régen az itt hagyott ruhát. Tavaly a barban láttalak, de oda se néztél. Nem még vártalak, még nem voltam észnél. A karantén öreg, ez sikerül. A karantén öreg, nem is hívtalak. A karantén öreg, majdnem kisütött. A karantén öreg, majdnem sütött a nap. Szobába zárt világ, karanténáriák. Megokosodó időkapszulák, próbálnak a fiókba rakni téged. Nem gondolni rád, hol elégedni minden, mint régen az itt hagyott ruhát. Próbálnak a fiókba rakni téged. Nem gondolni rád, jól elégedni minden, mint régen az itt hagyott ruhát.
fiókba rakni téged, nem gondolni rád, jól elégetni internet régen, az itt hagyott ruhád, próbálnak a fiókba rakni téged, nem gondolni rád, jól elégetni internet régen, az itt hagyott ruhád. Nem gondolni rád, jól elégetni mindent, mint régen, az itt hagyott ruhád. Gyere Manó, fiókba rakni téged, nem gondolni rád, jól elégetni mindent, mint régen, az itt hagyott ruhád. Próbállak a fiókba rakni téged. Ő a Manó. Gyakorlatilag talán az egyetlen ember a földön, aki minden dalszövegemet jobban tudja, mint én. És nem gondolni rád, jól ez a bioció! Próbálnak a fiókba rakni téged, nem gondolni rád, jól elégetni mindenkit régen, az itt hagyott ruhád. Próbálnak a fiókba rakni téged, nem gondolni rád, jól elégetni mindenkit régen, az itt hagyott ruhád. Köszönjük szépen! Következik egy olyan dal, amivel a Beyond Trio valamikor az ős időkben elindult. Valahonnan a Fészek Klubból. A Kókusz és a Kex. Fiszmolban. A Flont Mam kedvéért. Itt van velünk Flont Mam, aki mindig segít. Aki mindig ott van, hogyha kell. Egy régi-régi dal. Elment. Vasárnap éjjel, részegítő mámor, egy kanálnyi kéjjel. Egyszer félre nézek, egyszer félre hallok, egyre furcsábbakat mondanak a hangok. Mikor mindenki elment, Krisz, tiéd az éjjel, egy ismerős tárja a karjai széjjel. Félve kérdezi, mi van veled? Édes mormogás a csend. A kókusz és a kex, a rulett és a rex, egy andalító blues, egy lazító jazz. A kókusz és a kex, a rulett és a rex, egy lazító blues, a púder és a szex. Így 2021-ben. Jó reggelt, ez itt az élet, sűrűbb a vártnál, pedig akkor még a sarokra csak stoppolni jártál. Egy jócska kocsma pultban, a séf egy körre bérel, a bálban állva várva senki sem kér fel. Mikor minden, mi szép volt, elszáll a széllel, egy ismerős tárja a karjai széllyel. Félve kérdezi némcikém, mi van velem? Édes mor. A kókusz és a kex, a rulett és a rex, egy andalító blues, egy lazító jazz. A kókusz és a kex, a rulett és a rex, egy lazító blues, a púder és a szex. Ugye Levente, a kókusz és a kex, a rulett és a rex, egy andalító blues, egy lazító jazz. A kókusz és a kex, a rulett és a rex, egy
lazító blues, a Puder és a Bokor Levente 2021 első basszusgitár szólójait élőben nektek. Kiskanállal csepegteti felénk tudását. Amikor mindenki állt, vasárnap éjjel, részegítő mámor, egy kanálnyi kéjjel. Egyszer félre nézek, egyszer félre hallok, egyre furcsábbakat mondanak a hangok. Mikor mindenki elment, s tiéd az éjjel, egy ismerős tárja karjai céljel. Félve kérdezi, mi van veled, flont mamci, édes mormogása csak. A kókusz és a keksz, a rulett és a lex, egy andalító blues, egy lazító jazz. A kókusz és a keksz, a rulett és a lex, egy lazító blues, a puder és a szex, a kókusz és a keksz, a rulett és a rex, egy andalító blues, egy lazító jazz. A kókusz és a keksz, a rulett és a rex, egy lazító blues, a puder és a szex. Herman Tibor újra a színpadon, egyszer itt van, egyszer ott van. Herman TV! Egy Animal Cannibals dal 1996-ból, méghozzá az Egyszer Egy című dal. És akkor figyelj, megint megpróbálom ezt a sketchelős műveletet végezni, ahogy az előbb a takarítónőnél, csak most az Egyszer Egy szóval. Na figyelj! És mondom, Egyszer Egy, Egyszer Egy. Hányszor? Egyszerre. 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 Egyszer egy este a haverukon lebetek egy csók is helyre. Mert nem adom, hogy kávézom, mondom, hogy nincs is vesz. Azért, hogy kibeszéljük egyel egyik őket. Na kike? A barátnőket! Mert mindenféle típussal esett szó. És mindenkire lemondjuk, hogy miért jó. Az egyiknek az a legnagyobb erénye már jó. Hogy kilenc alatt eljut a sziadon az ágyig. A másiknek azzal büszkölkedett, hogy a két titi bűzod a borsem. Minket tudod a választ, az nem cseki. De van egy közös gond, a női szeszély. Hogy miért igen kiismerni nem lehet. Aki megpróbálja, berege be. Az arra is képes ám, hogy a zsárkányból csináljon királylány. Egyszer egy zsárkány, egyszer egy királylány. Egyszer az álmas koromba kívánnám. Mert egyszerűen elmesélni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy. Egyszer egy zsárkány, egyszer egy királylány. Egyszer az álmas koromba kívánnám. Mert egyszerűen elmesélni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy. Szaszítom őket, na nézzük, na milyen lesz a hatása. Felelok, hogy mindenki olláson. És áh! Pont az a tekintet. Jó nő! Csak más vele tekintet. És ekkor egy nagyon súnya lány elém áll. Itt a te angyalkád. Na de persze, angyalka, ilyen feje hagyám. Meghívlak bármire, csak keresel. Úgy is lett, de ez sem jött be, mert velem akar maradni örökre. Arra segíts most, mit csináljak? Tudod, igen, igen, én lennék egy jó tanácsnak. Nem menj, ha hív a lány. Hát kösz szépen, nem mondod, ez az én buka. Egyszer egy zsárkány, egyszer egy királylány. Egyszer a zsárkány, máskor a bolga kívánnám. Ó, egyszerűen elmeselni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy. Egyszer egy zsárkány, egyszer egy királylány. Egyszer a zsárkány, máskor a bolga kívánnám. Mert egyszerűen elmeselni nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy. Egyszer egy.
Na itt vagyunk, amikor eljön az éjjel, fölépünk a szépadó rap zenébe, közben megfigyeljük a lányokat, hát ha egy-kettő, ma se ránk ragad, lehet szőke, kis barna, fekete vagy fehér, lényeg barna, hogy szexis legyen, okay. Már nem tudom, hogy mi van a ruhád alatt, lehet, hogy ma fogtam ki az aranyhalat, vagy mellé nyúltam, ez is megesik néha, össze kell, hogy valakivel jöjjek még, de a randalány nem ma, megkeresem, mindig más, én így szeretem, egyszerre csárkám, egyszerre királylány, egyszerre az ágyban máskor, akkor az egyszer egy, és most figyelj! A műsor elején én mondtam Barnának, hogy most egy olyan dolog jön, amiről még a Vion Trio sem tud. Méghozzá egy, még egy 1995 előtti rappet fogok most előadni, egészen pontosan 1992-ből, vagy 93, most nem is tudom pontosan, ugye mindenki tudja, hogy a Repülők nevezetű formáció akkor létezett, ugye Geszti Péter, Berkes Téboly és Szent Mihály Gábor vezényletével, amikor is egy 1978-as LGT dalt dolgoztak föl, természetesen ugye Somló Tamás segítségével. Ez pedig a Nem adom fel, és ezt próbálom elreppelni. Na figyelj! A tükör előtt állok, és iszonyú alapján mondom, hogy bámulok, mint egy jobban született átrák. Na mi a gond? Na mondd, mi a gond? Ha valaki mondja meg, hogy ki vagyok és mond. Hát ide hallgass most, kis haver! Örülj, ha valaki még látna ver! De pirozó pály, hidd el az a pöl, hogy sok pénz legyen, és elég nő. Ki ez, aki vagy is át, mikor a lényeg az? Hogy kinek látszol és kinek játszol, hiszen elmúlsz, nincs és elmúlsz negy. És nem most már lassan és szépen, és sem el, de sok, sok, de nem valami sok. Évek óta mutatom, hogy mégis ki vagyok, nem ős, nem nős, nem nyilván. És nem is vagyok se csúcs technika, se hatok meg. Most vagyok a lánynak, a sarunak szem. Most bámba gazdag, de idehoz a szegény. Körpének óriás, óriás a kör. Playboynak playboy, egyenesnek körbe. Hát ide hallgass, most kis haver. Örülj, ha valaki még kárba ver. De filozofálj, hidd el az a fél, hogy sok pénz legyen, és elég nő. Egyszerre sárkány, egyszerre királylány. Egyszer az álma, s kárba korra kívánnám. Mert egyszerűen nem, semmi nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszerű. Egyszerre sárkány, mert egyszerűen nem is ennyi nem lehet. Szóval egyszerű a lány, mint az egyszer egy. Herman Tibor, nagy tapsot a Tibinek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. És hogyha már a végén, ugye a szilveszterről volt szó, ugye a szilveszterkor általában azért jönnek egy ilyen vicces telefonálások, ugye akár a rendőrségre. Éppen az egyik rendőr ismerősen mesélte, képzeljétek el, hogy betelefonál egy ember egészen dadogós hangnemben és stílusban, hogy jó napot kívánok, találtam egy lovat. Hol? Hungária körúton? Nem, hanem de rendőr már marhára unja, leteszi a telefon. 10 perc múlva megint csörög a telefon, előadja ugyanaz a telefonáló, hogy találtam egy döglött lovat. Hol? Hungária körúton? Nem, a na, a rendőr már megint unja, 3 óra múlva megint csörög a telefon, fölveszi a rendőr marha mérgesen. Találtam egy végig se engedni mondani, a Hungária körúton? Nem, de jazz meg, de már oda húztam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek ezzel a viccel, és ezekkel a dalokkal boldog, békés, boldog új esztendőt kívánunk egy szebb és boldogabb jövő reményében. Isten áldjon benneteket. Sziasztok! Herman Tibor. És akkor következik egy dal, első búcsúdalként. Küldjük a Tibinek. Küldjük a Manónak. Küldjük a Reninek. Küldjük a Rebinek. Meg a Flond Mamcinak. És minden szerelem szakértőnek. Legfőképp Zoli bácsinak, meg a Janinak, és a Krisztiánnak is. Ilyen a szerelem mindenkinek, aki volt már szerelmes. Mint például Jászmin. Mindenkinek, aki lesz még szerelmes. Mint például Jászmin.
Még azoknak is, akik nem tudják, hogy lesznek még szerelmesek. Sőt, azoknak is, akik azt hiszik, hogy nem szerelmesek, de amúgy nagyon azok. És azoknak is, akik azt hiszik, hogy szerelmesek, de közben egyáltalán nem. Kivált kép azoknak, mint például a szürke róka itt lent, akik saját magukba szerelmesek. Gondoljunk csak bele, milyen csodálatos 2021-ben saját magunkba szerelmesnek lenni. Mindig a közelben vagyunk, elég egy mozi jegyet venni. Mennyivel olcsóbb egy világ körüli utazás, és küldjük természetesen a dalt az összes szerelem szakértőnek otthon, akik már tanúbizonyságot is tettek erről, hogy a téma szakértői, akik kis kanállal habzsolják az életet például. Az sem baj, ha ülök a metrón, s a semmi mosolygó. Az sem baj, ha épp úgy bolondnak néznek, ha még nem boldogok. Az sem baj, ha úgy ver a szívem, mint egy felpörgött robot. Az sem baj, ha nem menő ez az állapot. Milyen jól esik letépni a ruhát, ha éppen felvetted. Milyen jól esik idétlen hülye gyereknek lenni melletted. Milyen jól esik a kisboltban butákat kérdezni kicsit. Milyen jól esik, hogy ez az egész felborít. Dobáljunk kacsákat vasárnap a ligetben, lógjunk a mászókán, ahogy régen szerettem. Olyan vagy, mint egy kis mágnes, ami magához ölel, s ha akarnám is, most nem engedne el. Jön, megy, na ilyen a szerelem. Volt lesz, most épp így szeretem. Föl, le, visszahúz, felemel. Ad, vesz, ha mennék vele el. Jön, megy, na ilyen a szerelem. Volt lesz, most épp így szeretem. Föl, le, visszahúz, felemel. Ad, vesz, ha mennék vele. És jön a telekommunikációs verszak. Az sem baj, ha nem merlek hívni, hogy miért, azt nem tudom. Az sem baj, ha miattad lógok naphosszat a Facebookon. Az sem baj, ha nem merek írni, csak annyit, hogy szia. Az sem baj, ha ettől még nem viszel haza. Milyen jól esik elképzelni, milyen jól esik elképzelni, hogy te majd örökké szeretsz, Vikim. Milyen jól esik, ha nem vágsz pofon, mikor a basszus gitárodat megfogom. Milyen jól esik úgy ülni, mint két majom. Dobáljunk kacsákat vasárnap a ligetben, ó igen. Lógjunk a mászókán, ahogy régen szerettem. Olyan vagy, mint egy kis mágnes, ami magához ölel. S ha akarnám is, most nem engedne el. Jön, megy, na ilyen a szerelem. Volt, lesz, most épp így szeretem. Föl, le, visszahúz, felemel. Ad, vesz, ha mennék vele el. Jön, megy, ó, ilyen ez a szerelem. Volt, lesz, most épp így szeretem. Föl, le, visszahúz, felemel. Ad, vesz, ha mennék vele el. Jön, megy, német Tomi, ilyen a szerelem. Volt, lesz, éneklő, dobos, a doboló, énekes. Föl, le, visszahúz, felemel. Ad, vesz, ha mennék vele el. Jön, megy, ó, ilyen ez a szerelem. Volt, lesz, most épp így szeretem. Föl, le, visszahúz, felemel. Ad, vesz. Igen, a Némci az éneklő, dobos, a doboló, énekes. A Némcikém, a te tiszteletedre vettem föl ezt a cipőt most, szakítván a pirossal, de ígérem, hogy 2021-ben is visszatérek a piros cipőhöz, ne ijedj meg, nem bolondultam meg még jobban.
ha egyáltalán lehet. Ez az a cipő, amiben 2013-ban, vagy 2-ben az Ilyen a szerelem című klip készült, és gyakorlatilag azóta tartogattam erre a dologra. Akkor is azt beszéltük a Némcivel a stúdióban, hogy majd 2020-ban, mikor egyszer majd a karantén után itt fogunk koncertezni, akkor fogom fölvenni ezt. Valahogy így volt. Teljes mértékben. De annyi azért igaz, hogy ez volt rajtam akkor, nem? Biztos is. Ez az a stúdiózás volt, amikor a Némcivel gyakorlatilag bementünk a stúdióba, hogy felvegyünk 8 dalt. Ennek következtében 2 teljes napon át ott voltunk, és 3 lemezt feldoboltattam vele. Ebből 2 olyan lemez volt, amit nem is ismert. Vagy nem? Hát igen, 2 lemez még sehol nincs abból. Ja, hogy azóta se készült el. De jó, hát na, nem lehet mindent. A cipő megvan. Nem. A 3 lemezből 1 készült el, a jó kis nem adom fel lemez 2012-ben. Igen, hát gyakorlatilag van egy rockos anyagunk, vagy 2, amit úgy terveztünk, hogy ha megengeditek, hogyha nem zavar titeket a rock'n'roll, a hangos rockzene, meg a torcítós gitárt, akkor az idei évben fogunk összerakni egy igazi rock'n'roll lemezt, olyat, ami nincsenek ilyen lágy dallamok, meg nincsenek ilyen elernyedt, plöntyöm-löntyöm akusztikus gitárok, hanem csak kőkemény rock. Jól mondom, mert te vagy a rock vonaláról, jó? Én vagyok a rock vonal. Te, igen. Bár a Gabez kedvenc dala is ezen lesz rajta. Igen. Ami csak annyi, hogy még gyerek vagyok, figyelj, ez a címe. Már a gyerekeket is a rock zenére neveli. De szerintem ez mind a 4 önkre igaz egyébként. Hogy? Hát, hogy gyerekek vagyunk még mindig, nem? Igen. Ringassuk magunkat ebben. Ebben a hitben, igen, persze. Köszönjük, hogy velünk voltatok ma este, vagyis már ma reggel. Vigyázzatok az alkoholos italokkal, mert tényleg nem akarok senkinek papolni, meg téríteni, meg megmondani, de nagyon fontos, hogy sok folyadékot vigyünk be a szervezetbe, pláne ebben az időben. Sok folyadék az nagyon fontos, hogy a kiszáradástól megvédjük magunkat. Gabesz mutatja is, ő sok folyadékot visz be a szervezetébe. Gabesz már önmaga egy szervezet gyakorlatilag. Igen. Há, már jön, megy, ilyen a szerelem. Volt lesz, most épp így szeretem. Föl le, visszahúz velem el. Add vesz, ha mennék vele el. Jön, megy, ó, ne, ilyen a szerelem. Volt lesz, épp így szeretem. Föl le, visszahúz velem el. Add vesz, ha mennék vele el. Jön, megy, na ilyen a szerelem. Volt lesz, most épp így szeretem. Föl le, visszahúz velem el. Add vesz, ha mennék vele el. Jön, megy, ilyen ez a szerelem. Volt lesz, épp így szeretem. Föl le, visszahúz velem el. Add vesz, mennék vele el. Köszönjük szépen a kitörő tapsot! Bírjátok még, vagy ennyi elég volt, és menjünk aludni? Levi, már ilyenkor mi aludni szoktunk, nem? Nem együtt. De hogy gyakorlatilag a turnékban, mikor még a Kriszék javában megváltják a világot a Némcivel, mi a Leventével jó gyerek módjára felmegyünk a szobába, és... Már lefekszünk ilyenkor. Igen. Valaki. Bocsánat, nem? Vagy aludni. Mennyi mindent ígértünk? Hát... És egy nagy semmi lett belőle. Utána majd megköszönheted nekem, Levi, hogy nem kommentáltam a beszólásaid egy részét. Így jobban jössz ki belőlük. Mennyi mindent? Bocsánat, elfelejtettem a második akkordot a dalban, de eszembe jutott. Nincs gáz. We'll be right back.
tapsolatos dal! Jó lesz nekem a hűtő, a serpenyő meg a száztál. Vidd magaddal a kályhát, hiszen úgyis mindig fáztál. Elégedetten nézel, s azt mondod, hogy rendben! Ketté vágok mindent, ami szembe jön velem a kertben. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhattuk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett belőle. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhattuk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett végül belőle. A disznós rész. Jó lesz nekem a disznó, majd kolbász lesz belőle. Úgyis randa, úgyis büdös, úgyis féltél tőle. Elégedetten nézel, s azt mondod, hogy rendben! Ketté vágok mindent, ami szembe jön velem a kertem. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhatunk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett belőle. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhatunk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett végül belőle. Seprű, amit szerettem, ahogy szálltál. Nekem a szakuszka, meg a vinette, meg a kredence hagyott lekvár. Elégedetten nézel, s azt mondod, hogy rendben! Ketté vágok mindent, ami szembe jön velem a kertben. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhattunk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett belőle. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhattunk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett belőle. Mennyi mindent ígértünk, nagy semmi lett belőle. Mennyi mindent ígértünk, azért nem mindig ígértünk. Mennyi mindent ígértünk. Belőle. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhattunk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett belőle. Ennyi mindent ígértünk, de nem tudhattunk előre. Ennyi mindent ígértünk, s egy nagy semmi lett végül belőle. Köszönjük szépen, ez volt a Vion Trio. Rövid csókok, hosszú vágyak, bírjátok még?
hosszú csókok, rövid vágya! Hosszú csókok, rövid vágya! Hosszú csókok, rövid vágya! Hosszú csókok, rövid vágya! Kereszt a bálsal, konyatkor én a csavargó. Egy percre megállok, akkor halkam meg, kérdem én magamtól, hogy Thaisz vagy Elena, merre jár most? Hol van Szabina, szőke császárné, aki előtt fél rómat érdepel? És hol a népa, aki a tóvízéből fehér testének választ énekel? Rövid csókok, hosszú vágya, szalkonyattól sárga széna ágya. Pásztorórák, szerelsz. Eltűntek, mint a tavalyi hó. Hosszú csókok, rövid vágyat! Pásztor órák a szerelmi szó. Eltűntek, mint a tavalyi hó. S aztán napszállt, akkor újra kérdem. Szőke volt, vagy barna volt a lány? Kinek fehér válláért minden éjjel felsült a ciszternából Johannát? Hol van a mellem, egy kígyózva táncolt? Hol van az ölem, melyen aranylánc volt? Hol van a testem, mely olyan halvány volt, mint ezüst tükörben a lilium? Ó, igen, a rövid csókok, ó, meg a hosszú vágyak, az alkonyattól sárga széna ágya. Pásztor órák, szeretsz. Eltűntek, mint a tavalyi hó. Hosszú csókok, rövid vágyak, talpinaktól zöld szén vágya. Pásztor órák a szerelmi szó. Eltűntek, mint a Herfli szóló. Kért a szarkofágban, Abelán szíve még most is dobog. S hol a szűz, ki Truel fárában égettek meg nemrég az angolok. Odaadnám értem fél életem, a kezét kezembe tudnám venni. Csak egyszer tudnék vele végig menni az alkonyattól lila réteken. Hát igen, a hosszú vágya, az alkonyattól sárga széna ágya. A pásztor órák, meg a szerelmi szól. Eltűntek, mint a tavalyi hó. Hosszú csókok, rövid vágyak, zöld szén ágyak, pásztor órák a szerelmi szó. Eltűntek, mint a tavalyi hó. Tébai királylány, melbimboikról hova lett a rúzs?
Sábrátor még illatos múmiájuk fehér csontjáról, hova lett a hús? Odaadnám érte fél életem, ha kezét ke... Nem így... Nem így van. Manó szerint nem így van. Akkor várjál. Hol vannak a tébai királylányok? Melbimboikról, hova lett a rúzs? Sámbrátor még illatos múmiájuk fehér csontjáról, hova lett a hús? S a szírnők, kik görög hajósok ölében így feküdtek van bamcányokon, s a heti ráki kis mellüket nézve álltak a korintoszi várfalon. Óha! Na meg a hosszú ágya! Az alkonyattól sárga széna ágya. Pásztor úr, a szerelmi szó. Eltűntek, mint a tavalyi hó. Hosszú csókok, rövid vágyak. Az alkonyattól zöld széna ágya. Pásztor úr, a szerelmi szó. Ezért, ha májusban egy lánnyal járkálsz, és nem tudod, hogy Platón vén szamár, ha a parkban csiklandó nevetése mögött nem érzed meg, hogy mire vár, akkor, ha egy nap ott hagyott, ne kérdezd, hogy hova lett, kivel, merre jár, mert megtudod, hogy a szerelmi szó számodra volt, mint a tavalyi hó. Hagyott, de legjobban mégis a kövér Margót szerettem, kiről annyi versem szólt, ő vitt a bűn útjára. Mert Villon akkor késelt és rabolt, hogy Margónak pénze legyen új ruhára, de az átkozott minden áldottabb megcsalt egy hülyével, kit orrom előtt kapuajba vitt, és máskülönben is csak éjjel. Ja. Békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból s a holdat, néki loptam volna el, s egy nap gondoltam, megkérdem, miért nem szeret? S miért nem szeretett? S ő felült a pamlagon fehéren, és így szólt, unom víjon az eszedet. És ekkor történt, amikor sértettségemben megírtam a dalt a lányok mai divatos ruhadarabjairól. A flitter gyöngyös, zokni szanda, ja nem, az más. A netzari, a minden nőnek répanadrág. Minden nőnek, minden nőnek. Mondom, hogy minden nőnek, minden nőnek, minden nőnek, minden nőnek, minden nőnek, répa nadrág, flitter gyöngyök, necvaris nyár, minden nőnek, répa nadrág, minden nőre szűkre barják, minden nőnek, mondom, hogy minden nőnek. 20-21-ben is minden nőnek, minden nőnek, Gellért Krisztián, minden nőnek, minden nőnek, minden nőnek, zotni szandált, hajnákot, nem csipke tangát, minden nőnek, répanadrág, minden nőre szűkre varják, holdják, holdban táncikál, majd minden kis leáll. Megvadulva ráncikál, hogy jó te csotrogány, mit adhatnék neked még a fél világ után? Röpülj tovább, nélkülem babám! Kilövöm magam a holdra, aztán mindenkinek hello! Kilövöm magam a holdra, mint egy ócska hűhajó! Kilövöm magam a holdra, de kóbor voltak ó! Kilövöm magam a holdra, aztán mint mindenkinek hello! Minden nőnek! Minden nőnek, minden nőnek, minden nőnek, Kovács Ergobesz, minden nőnek, Bokor Leventér, minden nőnek, minden nőnek, minden nőnek, Szörmes
csizmát, minden nőnek bőrben birkát, minden nőnek répanadrág, minden nőre szűkre varják. Oldják többan, tettetik el, majd mindegy kicsi lány. Ha megad a múlva lántikán, hogy gyógyod egy csodododododok, akár ebben nőrön a lenneteket, de még egy a félvillág után. Röpülj tovább, nélkülem babán! Kilövöm magam a holdra, aztán mindenkinek hello, hello, hello! Kilövöm magam a holdra, de gyorska, hűha jó! Kilövöm magam a holdra, kóbor volt akkor! Kilövöm magam a holdra, mindenkinek hello, sziasztok! Kilövöm magam a holdra, aztán mindenkinek hello, hello, hello! Kilövöm magam a holdra, de gyorska, hűha jó! Kilövöm magam a holdra, de kóbor volt akkor! Kilövöm magam a holdra, aztán mindenkinek hello! Minden nőnek! Minden nőnek! Mondom, hogy minden nőnek! Minden nőnek! Minden nőnek! Rockkoncerte minden nőnek! Minden nőnek! Köszönjük, hogy velünk voltatok! Köszönjük, hogy velünk voltatok tavaly 2020-ban! Köszönjük, hogy idén is velünk vagytok 2021-ben! Reméljük, hogy alkalmunk lesz nagyon sokat találkozni. Több okból jött létre a mai koncert. Egyrészt, hogy zenéljünk egy jót. Mi egy olyan zenekar vagyunk, akiknek a tagjai nagyon szeretnek muzsikálni. És hogyha épp úgy adódik, hogy arra kellek, hogy Gellér Krisztián felhív telefonon, te Barna! Nem főzünk egy virslit a raktárban? Akkor azt mondom, hogy miért ne főznénk virslit? Mert enni jó. A Gellér Krisztián azt mondja, hogy te Barna! Muzsikáljatok már egyet a raktárban, mert búcsúztassuk vidáman ezt a nagyon furcsa évet, amiben majdnem éjjel haltunk, majdnem belehaltunk, feküdtünk heteket, meg szedtünk bogyókat. Na de azért mégis túléltük. Itt vagyunk. Nézzünk optimistán 2021-ben, és lám-lám, itt vagyunk 2021-ben, és már élő koncert szól. Azért ez elég vagány, nem? Hányszor emlegettük, hogy jó, jövőre se lehet játszani, aztán már még csak 64 perce, vagy mennyi, 63 perce telt el éjfél, és már muzsikálunk. Hát azért elég jó kezdés, nem? Járjatok koncertre, hallgassatok élő zenét. Ha nem lehet, akkor nézzetek online koncerteket. Hát, ha lesz a Krisznek kedve megszervezni más koncerteket is. És akkor majd mi is otthon ülünk veletek a panlagon, és ugyanúgy lájkolunk, ahogy most talán ti. Bokor Levente a basszusgitárnál. Nagy tapsot neki otthon az ágyból. Ez playback, vagy élőben játszott? Ez a Super Mario-ból van. Igen, otthon hagytad a kantáros gatyádat. Azért is szerveztük ezt a koncertet, nem azért, hogy pénzt tarháljunk tőletek vagy magunktól, hanem hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zenészeken kívül, meg a focistákon kívül is, mit fogok ezért kapni, vannak még olyan szorgalmas emberek, akik legalább olyan szorgalmasak, mint a focisták, legalább annyira szeretnek pályán lenni. És még az is előfordulhat, hogy idén kevesebbet voltak pályán, mint ahogy az nekem tetszett volna. És akkor így senkit nem sértek meg talán, de a lényeg az az, hogy hagyjuk ezeket az embereket dolgozni, és segítsünk, hogy ők is tegyék a dolgukat, mert nem akarnak más, nem pénzt akarnak kunyerálni bárkitől, tőletek vagy tőlünk,
hanem fel akarnak kelni reggel, és a munkába akarnak menni. És hogyha annyit elértünk ezzel a koncerttel, hogy felhívtuk erre a figyelmet, hogy a színpad az nem attól állott, hogy úgy oda került, meg ott van, meg ott hagyták, hanem azt fel kell építeni, össze kell rakni. És ahhoz, hogy milyen jókedvűen tudjuk muzsikálni, azért ők ma is dolgoztak egy 6-7 órát. És még mennyit fognak utánunk, hogyha itt ezt a virslit szétdobáljuk. Márhogy a levét. Úgyhogy, aki teheti, én mindenkit arra biztatok, hogy nem nagyon szoktunk ilyet csinálni, de most tényleg itt a szükség. Aki teheti, támogassa őket, biztassuk őket, ki-ki lehetőségei az mérten, akár anyagilag, akár oda, menvén koncert után nem zavarva meg Krisztiánt a pakolásban, mert ugye az a ló másik oldal, amikor a Levi oda megy hozzá, és mondja, te Krisz, figyelj, gyere be, ígyuk be! Hagyjál már, Levi, én már dolgozom. Hát de gyere be, ígyuk be! Levi, kérlek, hadd pakoljak. Hát de gyere be, ígyuk! Szóval az is egy másik. Meg különben is Levi a színpadon a helyed, nem? Igen. Ilyenkor szoktuk Némcivel átvenni Levit, és akkor mi bevállaljuk ezt a bulizás részt, ami Krisz pakol. Úgyhogy, de azért egy hátba veregetésre csak úgy finoman egészen biztos, hogy mindig van idő, és aki teheti, most az egyszer kivételesen anyagilag is tudja őket támogatni. Nem azért, hogy az a X forint ott legyen kivetlen a zsebükben, és hogy holnap levásárolják, hanem hogy becsüljük meg őket, és mutassuk meg azt, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ő nélkülük mi se lehetnénk itt. És ti se nézhetetek volna meg egy Vion Trio koncertet 2020 végén, és így 2021 elején. Köszönjük, hogy tehettük a dolgunkat. Köszönjük, hogy muzsikálhattunk. Köszönjük, hogy itt volt a Német Tomi a doboknál. A Bokor Levi a basszus gitáron. És Pilis Sabáról Tobás Ergabert. És Kis Marga, ez a Vion Trio. Még onnan távol, még onnan közel semmihez, csak ti ott távol, nem sok, de jó, ha ennyi lesz. Még onnan távol, még onnan közel semmihez, csak ti ott távol, és a Vion Trio. Köszönjük szépen a tapsokat, és zárásképpen akkor kocincsunk még egyszer 2021-re, Gabesz van még abban a... Hát elosztjuk. Mindig azt kell beosztani, ami van. A Gabesz felkészült a mai reggelre. Ne felejtjétek el, az alkoholfogyasztás az nagyon fontos. Nem, bocsánat. Árt az egészséget. A folyadékfogyasztás nagyon fontos, és az alkoholfogyasztással vigyázzunk. A növekvő szervezetnek nem ajánlom, aki innen adja, inkább nekem majd így megiszom. Boldog új évet mindenkinek! Boldog új évet! Egyszer jobbe kéne rúgni, lehet most van. Némci, bírod még? Én már kicsit. Levit húzzuk majd magunk után. Egyszer jobbe kéne rúgni. Utolsó utáni búcsúdalunk. Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Jaj! Milyen sokan vagytok már? Amikor régen együtt kirándultunk, amikor régen egyszer majdnem felborultunk, amikor régen fürdőben lesnelek vég, bár csak bátrak lehetnék. Amikor régen hozzám ért a vállad, amikor régen esélyben, amikor régen tudtuk, mi kell vég, bár csak bátrak lehetnék. Egyszer jóbe kéne rugni, még magamról se tudni, ha sem baj, ha megbotránkoznak az emberek. Egyszer jóbe kéne rúgni, csak orrod alá dugni, szerelmes levélben, amit másképp nem merek. Ha
régen előre kigondoltam, amikor régen hagytad, hogy kigomboljam, amikor régen tudtuk, mi kell még, bár csak bátrak lehetnék. Egyszer jól kéne rúgni, még magamról se tudni, az sem baj, ha megbotránkoznak az emberek. Egyszer jól kéne rúgni, az orrad alá dugni, egy szerelmes levélben, amit másképp nem merek. Egyszer jól kéne rúgni, magamról se tudni, az sem baj, ha megbotránkoznak az emberek. Egyszer jól kéne rúgni, s az orrad alá dugni, egy szerelmes levélben, amit másképp nem merek. Egyszer jól kéne rúgni, még magamról se tudni, az sem baj, ha megbotránkoznak az emberek. Ó, egyszer jól kéne rúgni, s az orrad alá dugni, egy szerelmes levélben, amit egyszer jól kéne rúgni, még magamról se tudni, az sem baj, ha megbotránkoznak az emberek. Egyszer jól kéne rúgni, magam... Ugye? Ez jelve. Ha már egyszer jól be kéne rúgni, még magamról se tudni, az sem baj, meg... Majdnem eltaláltam azt a hangot. Egyszer jól be kéne rúgni, s az orrad alá dugni, egy szerelmes levélben, amit másképp nem merek. Egyszer jól be kéne rúgni, köszönjük szépen! Az sem baj, ha megbotránkoznak az emberek. Egyszer jól be kéne rúgni, orrad alá dugni, egy szerelmes levélben. Egyszer jól be kéne rúgni, mi magamról se tudni, az sem baj, ha megbotránkoznak az emberek. Egyszer jól be kéne rúgni, orrad alá dugni, egy szerelmes levélben, amit szerelmes levélben, amit szerelmes levélben, amit másképp nem merek. Köszönjük szépen! 2021, Fiófió és a Multimédia! Sziasztok! Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, és további jó bulizást otthon a konyhában, maximum 10. Mi sem vagyunk többen.